No, megyünk tovább nyugdíjakkal, mert az állami számvevőszék jelentése szerint torzulnak a nyugdíjak az újonnan belépők miatt. Hogy ez pontosan mit jelent, arról nézzük meg egy összefoglalót, aztán Tamás beszélget Farkas András nyugdíjszakértővel. Árulkodó adatok jelentek meg a nyugdíjakról az állami számvevőszék jelentésében, amit a 2019-es költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási törvényjavaslathoz csatoltak, írja a privátbankár.hu. Az ÁSZ jelentésében a következő megállapítás szerepel. Míg 2017. januárjában a teljes ellátás havi átlaga 112.005 forint volt, addig 2020. januárjában 129.444 forint. Visszaszámolva a vizsgált időszak nyugdíjemeléseivel, azt kapjuk, hogy az ÁSZ jelentésében közöltnél alacsonyabb összeg jön ki az idei év januárjára. A különbözet 5.813 forint. Ennyivel volt tehát magasabb az idén évelei nyugdíj átlaga, mint ami az emelésekből adódna. Erre pedig csak az lehet a magyarázat, hogy az időközben nyugdíjassá válók induló ellátásának összege húzza fel az átlagot. Az elmúlt évek intenzív béremelései sokkal jobb helyzetbe hozták a most nyugdíjba vonulókat, mert a járandóságuk kiszámításakor magasabb béralapról indulhattak, mint az aktív éveiket korábban befejezők. Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgetünk erről a témáról. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Először is próbáljuk meg föloldalni azt a paradoxont, hogy miközben arról beszélünk évek óta, legalábbis ez a levegőben van, én magam is többször hallottam, hogy egyre öregszik a magyar társadalom, egyre több nyugdíjas van. Az elmúlt három év statisztikai adatai, mint a más mutatnának, összességében 3%-kal csökkent a nyugdíjas korú magyar lakosság. Minek köszönhető ez? Itt mutatnak? A körte és az alma összehasonlításának a problémája van, ugyanis az imént hallott adatok azok a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőkre összességében vonatkoznak, így jött ki ez a közel 2,6 millió fő, aki a nyugdíj mellett például özvegyi nyugdíjas, árvaellátásban részesülő, rokkantsági ellátásban részesülő, rehabilitációs ellátásban részesülő, és még majdnem 200 ilyen ellátás van. Összességében tényleg csökkent az ellátottak száma egy picivel, de ha az öregségi nyugdíjasokat nézzük, azoknak a létszáma stabilan 2 millió 70 ezer, 2 millió 80 ezer körül alakul, tehát ha leválasztjuk az öregségi nyugdíjasokat az összes többi ellátottól, akkor egészen más adatokat kapunk. Például az átlag nyugdíj nem ez a 129-130 ezer forint, amit hallottunk, hanem a 142 ezer forint most. A nyugdíjak úgynevezett középértéke is közelíti már a 130 ezer forintot, meghaladta a 127 ezeret pontosan, ami a középérték azt jelenti, hogy 1 millió nyugdíjas ennél kevesebbet, 1 millió nyugdíjas ennél többet kap. Tehát látjuk, hogy a számok egészen máshogy alakulnak, ha csak az öregségi nyugdíjban részesülőket, illetőleg a nők kedvezményes nyugdíjában részesülőket tekintjük, és máshogy, ha minden egyes ellátottat egybe veszünk, hiszen a többi ellátás jellemzően jóval alacsonyabb összegű, mint az öregségi nyugdíj. Egyébként ez az összeg, ez a 120-130-140 ezer forint egész jól is hangzik. A probléma az, azt gondolom, és a nyugdíjasok panaszának az oka az, hogy a nagyobbik részük ugye a 100 ezer forint alatti kategóriába tartozik, és hát ezzel tehát a 127 ezer forint a közepe, igen. De igazán, ami valóban nagyon-nagyon lényeges probléma is, ami elhangzott a bejátszásban, hogy abszolút méltánytalan jellemvonása a magyar nyugdíjrendszernek, hogy minél később megyünk nyugdíjba az utóbbi években, annál nagyobb nyugdíjra számíthatunk. Ennek meg az az oka, hogy a nyugdíjszámítás során figyelembe kell venni a nyugdíjba vonulás évét megelőző év nettó átlagkereseti szintjét, mert ahhoz kell az összes korábbi évben szerzett keresetünket fölemelni, vagy ahhoz kell igazítani. Ezért aztán nagyon nem mindegy, hogy melyik évben megyünk. Nagyon-nagyon nem mindegy. Például, aki 2016-ban vagy 2017-ben ment el nyugdíjba, az ugyanolyan életpályák után, ugyanolyan jellemzőkkel, gyakorlatilag 40%-kal kisebb nyugdíjat kapott, mint az, aki mondjuk idén megy el nyugdíjba, és nagyon sokan tartanak attól, hogy jövőre a koronavírus pandémia miatt elromolhat ez a bizonyos valorizációs tényező, de nem fog elromlani, mert az összes eddigi adat szerint úgy néz ki, hogy jövőre még tovább nő majd ez a valorizációs szorzó, tehát aki jövőre megy el nyugdíjba, az még jobban járhat, mint aki idén ment el. Ez azért méltánytalan, mert ugyanolyan jogokat szerzett valaki, ugyanolyan hosszú ideig dolgozott, ugyanannyi járulékot fizetett, mégis sokkal kevesebb nyugdíjat kapott, ha korábban ment el nyugdíjba, és persze a jövőre is, vagy a jövő években is bármikor változhat a képlet, minden attól függ, hogy a nemzetgazdasági nettó átlagkereset hogyan alakul. Ha az folyamatosan nő, akkor jó
lesz a megállapítás az újonnan megállapított nyugdíjakra, de ha esetleg lecsökken, akkor az visszacsaphat. Ilyen szempontból nem szerencsés most a járvány időszaka, ami nyilván nincsen jó hatással a gazdaságra és általában mutatókra. De még egy számadat van, vagy még egy tényező, ami befolyásolhatja a nyugdíjak összegét is, illetve a nyugdíjasok számát, az ugye most az elmúlt 5-6 évben van ez, hogy 62-65 évre húzzák fölfele a nyugdíjat, és fél évent, évente fél évet, vagy hogy emelkedik? Tehát ez egyre később mennek nyugdíjba az emberek. Most az 1956-ban születetteknél van az, hogy ott 64 és fél év, tehát 64 év 183 nap a nyugdíjkorhatár. Emiatt úgy tűnik például, hogy idén, jaj, de kevés nyugdíjat állapítottak meg. Igen, az első fél évben. És mutatta a statisztikai hivatal, hogy kevesebben mentek idén nyugdíjba évele. Az első fél évben, de igen, azért, mert az első fél évben senki nem volt, aki éppen betöltötte volna a nyugdíjkorhatár, hiszen a 64 és fél éves nyugdíjkorhatárát majd az 1956 első fél évében születettek, azok most a második fél évben töltik be, tehát a második fél évi adatokban már tükröződni fog a nyugdíj megállapítási adatokban. Az az igen nagy létszámú korosztály, ne felejtsük el, hogy ez még pont a Ratko évjáratok egyike az 56-os, ezért is van két évre széthúzva az ő nyugdíjba vonulásuk, hogy idén is, meg jövőre is ne legyen óriási terhelése az újonnan nyugdíjba menők révén a nyugdíjrendszernek. Igen, lassan sajnálatos oda engem is érinteni fog ez a probléma néhány év múlva, hogy nyugdíjba megyek. Azért után néztem, hogy mik a legégetőbb problémája a nyugdíjasoknak, és itt 10 pontban van összeszedve, egy internetes oldalon olvastam ezt. Többek között még az is probléma, hogy nem azonos értékűek a szolgálati évek, tehát nem csak ezeknek a száma, hanem hogy mely években dolgozott az ember. Ez miért van? Igen, ez is egy valamilyen történeti hagyaték lehet. Én hosszasan kutattam, hogy mi lehet az oka annak, hogy a világon majdnem egyedülálló módon a szolgálati évek értéke a nyugdíjrendszerben ugrál. Tehát az első 20 év az 53%-ot ér a magyar nyugdíjrendszerbe, ezt úgy kell érteni az 53%-ot, hogy a megállapított, számított nettó havi átlagkeresetünk 53%-a lesz a nyugdíj, ha valakinek 20 év szolgálati ideje van. De ha valakinek 40 év szolgálati ideje van, akkor nem az 53% duplája lesz, ugye, mert a 20 évnek a duplája a 40 év, az 53% helyett nem 106, hanem csak 80% lesz a szolgálati érték. Tehát hol 2%, hol 1,5%, hol 1% az. Nem írjenek sokáig dolgozni ezek szerint? Megéri egyébként egyéb összefüggések miatt, nagyon bonyolult a nyugdíjszámítás, de ez egy olyan összetevő, amit nagyon gyorsan kellene javítani, mert lassan az utolsó mohikánok leszünk a világban, akik ilyen furcsa, rángatózó jogosultságot tudnak. Még fontosabb probléma talán, ugye, hogy miközben a nyugdíj az egy életjáradék jellegű szolgáltatás, mégsem függ össze a várható további élettartamtól. Tehát most ugye szóba került a közelmúltban az is, hogy akár 70 évre is felemelnék majd a nyugdíjkorra, tehát miközben a magyar férfi lakosság átlagos várható élettartama nem sokkal több, mint 70 év. Azért ez borzasztó belegondolni, nem, hogy valaki dolgozott 40 évet, és az átlag ember lehet, hogy egyetlen évig sem fogja igénybe venni a nyugdíjat. Igen, ez is egy rendkívül összetett probléma, hogy nem életjáradék a nyugdíj, tehát az utolsó életünk utolsó napjáig jár. Tehát nincs olyan, hogy 70 éves korig kapom, utána már nem kapok semmit, életjáradék. Ilyen esetekben minden biztosítási jellegű rendszerben úgynevezett életjáradék osztókkal szabályozzák az értékét ennek az életjáradéknak. Tehát nyilvánvalóan minél hosszabb időre számít valaki, elvileg annál kisebb lehetne a nyugdíja. De nálunk ilyen rendszer nincsen. Akár meddig élünk, a nyugdíj értékét ez nem befolyásolja. A nagy rendszerek nyugaton már átálltak az életjáradék számításra, például a svéd vagy a német nyugdíjrendszerben folyamatosan monitorozzák a várható további élettartamot, vagy a brit rendszerben, ahol most frissen bevezették azt, hogy a 20 év fölötti élettartamból legfeljebb egyharmad tölthető nyugdíjba, tehát sokféle megoldás van. Ez Magyarországon nincs ilyen. Lehetséges, hogy sokat lehetne segíteni a nyugdíjrendszer fenntarthatóságán, ha egy nagyon finom ilyen korrekciós rendszerbe tudnánk vezetni. Végezetül még egy kérdés, mert lassan lejár az időnk. Lát-e arra valami lehetőséget, hogy ugye többször is felvetődött most idén évközben, hogy a nyugdíjasok tulajdonképpen előfinanszírozzák a magyar költségvetést a tekintetben, hogy az inflációt mindig csak utólag, inflációt utólag követő nyugdíjemelést kapnak. Tehát mindig egy 2-3-4% lemaradásban vannak. Lát erre lehetőség? Én magasan nincs, tehát ilyen általában 1-1,2, most például idén 1,2%-os ez a lemaradás, de igaz a tény, tehát ez azt jelenti, hogy 50-60 milliárd forintot később kapnak meg a nyugdíjasok, mint ami elvileg megilletné őket már januárban. Ezen csak az az egy megoldás lehetséges, hogyha valamilyen módon ezt a bizonyos vegyes indexálást valamilyen módon visszahozzuk a nyugdíjemelés révén, vagy ha a 13. havi nyugdíj tervezett visszaépítési folyamatát, azt úgy is értelmezzük, mint hogyha ezzel hozzájárulnának a nyugdíjasok anyagi terheinek a csökkentéséhez. Farkas András, köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt.